Megkezdődött a világ legkeményebb és leghosszabb kutyaszán versenye, az Iditarod. Az 57 hajtó és kutyáik az alaszkai Anchorage mellett fekvő Willowból indultak, hogy Alaszkát átszelve 1600 kilométer után megérkezzenek Nome-ba. A verseny során folyamatosan ellenőrzik a kutyák egészségi állapotát, és azt, adnak-e nekik tiltott szereket. Az Iditarodot 1973-ban rendezték meg először. A verseny egy 1925-ös mentőakciónak állít emléket. Annak idején kutyaszánnal juttatták el a diftéria elleni védőoltást az alaszkai Nome-ba, hogy megmentsék az őslakos gyerekeket.